1998 óta képviseli az önkormányzatban a köztársaságúti lakótelepet Pálfi Károlyné. A hetedik ciklus végén most úgy döntött, vállalja a nyolcadik megmérettetést is. 43 éve él a lakótelepen, az itt lakókkal napi kapcsolata van, a terület közös képviselőivel is jó és élő kommunikációt folytat. A Füred beszélt az újraindulás okairól és jövőbeli terveiről. A lakótelepnek Füreden is, a megyében is, de mondhatom azt, hogy országosan is jó híre van, mert ez egy emberi léptékű, lakható, sok zölddel, a gyerekek számára is játszóterekkel biztosított. Ugyanakkor az idősebb emberek majdnem minden szolgáltatást megtalálnak itt a lakótelepen. Tehát emiatt egy nagyon érdekes, vegyes most a felállás az egész babakocsit fiatal fiatalpároktól a 70-80 éves nénikéknek. Ennek megfelelően két fontos feladat van. Egyik, hogy legyél, legyen a képviselő szociálisan érzékeny, tehát ezeket az idős embereket tudja megkeresni, a lehetőségekhez mérten segélyben, támogatásban részesíteni őket, bevonva a város vállalkozóit, akik fölajánlásból segítenek, ételt hoznak, gyógyszert váltanak ki. A másik pedig, hogy az itt lévő gyerekes családoknak, fiataloknak adjunk kikapcsolódási lehetőséget, itt tudjon maradni. Hál' Istennek árnyas a fáink, 30 évesek, az egyik legszebb hársor van szerintem a, a, városunkban, de mondhatom azt, hogy a megyében is. Ami új, és egy picit én is büszke vagyok rá, mert még a, a hozzám tartozott akkor a Szivárvány utcai terület, amikor ennek elindítottuk, hogy ebből egy játszó és pihenőparkot kell építeni, amit közösen képviselőtársammal másfél hónappal ezelőtt avattunk föl, nagyon nagy sikere van, nagyon nagy örömmel vették a lakók. Sajnos ezzel egy probléma nem oldódott meg, ami itt a 25-30 év alatt fölhalmozódott, hogy van egy korosztály, a 12 és 18 közötti korosztály, akinek szüksége volna naponta csak egy fél órára vagy háromnegyed órára egy, egy aktív kikapcsolódásra, kosárpalánk, egy kis foci, vagy Netán Gördeszka, vagy, vagy Görkori, ez még sajnos nem oldódott meg. Én, én mindenképpen a jövőben, ha lesz módom, akkor szorgalmazni fogom, hogy ilyen valahol a városban épüljön. Ez nagyon hiányzik. Ami nagyon-nagyon pozitív, és különösen az idősebb korosztály szempontjából, az, hogy a városunk működteti a helyi járatot. A helyi járatnak négy megállója is van a lakótelepem amelyből három fedett, egy már a korszerű új, kettő még látványában még elfogadható, de szerintem az elkövetkező években ezeknek a cseréjére is sor kerül. Mindenki számára kedvező lesz, és megérett rá a, az idő mindenképpen, mert amikor 85-ben a lakóterep ugye földúzzat, megépült az ötvös óránt, most ötvös órán, akkor hármas számú általános iskola, megépült az óvoda, a tündérkert óvoda, a bölcsöde, és annak megközelítésére épült a Kékipataktól az ötvös iskola hátsó kiskapujáig egy szervizút. Ez a szervizút nagyon elhasználódott, tönkrement, a utcabútorok elavultak, megrongálódtak egyéb és a városunk pályázott az élhető városért programon belül, ez egy nagy projekt, a város több részét érinti, és ebből a lakótelepi rész a szervizút a Kékipataktól, a ötvös iskoláig meg fog újulni, új burkolatot kap, pihenőpadokat, utcabutorokat, zöld felületet fognak ültetni, bokrokat, fákat, és ami szerintem nagyon fognak örülni, az óvoda és a bölcsőde előtt pedig kialakul egy kis közösségi tér, egy kis játszótér, egy kis szökőkút is, tehát láttam a terveket, és ebben a programban egy picit a házak közötti zöld területbe is bele fognak nyúlni, nem nagy mértékben, de kiváltanak fákat, amelyek már tönkrementek, vagy veszélyesek, és ültetnek helyébe újat. Tehát ez egy Tájékoztatás szerint, a hivatal tájékoztatás szerint már a közbeszereztetés zajlik, és ősszel, a lakótelepi nap megrendezése után el fog indulni ennek a beruházásnak a, a kivitelezése. Képviselőként minden választásnál azt mondtam, hogy kampány maga az ember. Én egy nyitott könyv vagyok a füredieknek és a lakótelepieknek kimondottan. Kérem lapozzák fel ezt a könyvet, ismerjék meg a tevékenységemet, és kérem menjenek el június 9-én választani, döntsenek a legjobb tudásuk szerint, én vállalom a megmérettetést.